Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. Birtokba vehetik a bérlők az elkészült épületeket a Bonyhádi Ipari Parkban. A közel 4 hektáros területen 4 épület kapott helyet, melyekben raktár, irodák és üzem is működik majd. A 2020. januárjában kezdődött fejlesztés körülbelül 800 millió forintba került, amiből 480 millió forintot a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán nyertek el. Az ipari park ügyvezetője szerint bővítésekre lehet majd számítani. Az elkészült csarnokba már csak be kell költözni, mondta Sebestyén Miklós, a Bonyhádi Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatója. A kivitelezést 2020. januárjában kezdték. Gyakorlatilag egész évben a 4 raktárcsarnok építése és a hozzátartozó infrastruktúra megvalósítása zajlott. Ennek évvégén ért véget a kivitelezése, aztán pedig hát ugye a műszaki átadás, átvétel és a használatbevételek zajlottak le. Közel 4 hektár területen valósult meg ez a 3600 négyzetméternyi ipari raktárcsarnok épület együttes. Ez 4 épületet jelent. Ehhez tartozóan van 2 belső út, ami megvalósult, és ezekhez tartozó csapadékvíz, szennyvíz és egyéb közművek, ezek az infrastruktúrák valósultak meg. Gyakorlatilag a szerződés szerint a kivitelezés munkák november végén befejeződtek. Utána tartottunk egy közel egy hónapos műszaki átadás átvételt, ez volt december végén, tehát karácsonyra gyakorlatilag kész voltunk, és akkor a használatbevételeket indítottuk el, illetve az épületeknek a használatbevételi engedélye az tavaly meg is született, ez az energetikai jogszabályok miatt elég fontos volt, úgyhogy gyakorlatilag ezzel a kivitelezés időszaka fejeződött be. Egyéb bérlők által kért igények megvalósítása és a beköltözések zajlanak most. A beruházáshoz szükséges forrás egy részét, 480 millió forintot a terület és településfejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város, de ezen kívül jelentős önerővel is támogatta az elkészült projektet. Ezek a raktárcsarnokok, ezek gyakorlatilag üres épületként kerültek megvalósításra. Ezeknek már előre meghatározott bérlői vannak, illetve lesznek. Ezek a bérlők elkezdték a beköltözést. Az egyes számú csarnokban, ami a Dombóvári út mellett van Majos irányában, ott egy asztalos ipari üzem fog működni. A kettes számú csarnokban ott egy szállítmányozással foglalkozó cég telephelye lesz. A hármas számú csarnokban egy épületgépészeti nagykereskedelmi raktár fog működni, és az ötös számú csarnokban, mivel négyes nem valósult meg, az ötös számú csarnokban egy acélszerkezet gyártótársaság telephelye székhelye fog működni, gyártócsarnokkal, irodával és hozzá kapcsolódó dolgokkal. És hogy milyen pluszt ad ez az ipari park Bonyhádnak? Hát az ipari park gyakorlatilag, ami ugye folyamatosan fejlődik a szomszédságban lévő Völgységipari Park területén megvalósítandó infrastruktúrákkal, épületekkel együtt, ez azért jó, mert ugye itt a részben még nem Bonyhádon működő cégek tudnak ide betelepülni, itt valósítanak meg új munkahelyeket, itt fizetik gyakorlatilag az adójukat, ez egyfajta fejlődés, és én azt gondolom, hogy mivel most látjuk a további fejlesztések ötleteit, és elég nagy jelentkezés van társaságok, bonyhádi, illetve vidéki társaságok betelepülésére, ezért én azt gondolom, hogy rövidesen újabb bővítések lesznek, ami azt jelenti, hogy Bonyhádnak ezen a ipari területén egy legalább középtávú, nagyon életképes és működő iparparkja fejlődhet folyamatosan. Az építető cég tervezi az ünnepélyes átadót is, de a koronavírus járvány okozta helyzet miatt ezt egyelőre elhalasztják. Február első két hetében gajazási munkákat végez el Bonyhád területén az áramszolgáltató cég egyik alvállalkozója. Azokat a fákat és növényzeteket metszik meg, melyek veszélyesek lehetnek és üzemzavart okozhatnak a villamos energia szolgáltatásban. Teljesen körbevették a növények az áramvezetéket, ami több szempontból is veszélyes lehet. Sokan nem is gondolják, hogy az esetleges néhány perces vagy akár pár pillanatnyi áramkimaradást az ingatlanjukon lévő fa is okozhatja, mégpedig azáltal, hogy túl közel van a vezetékekhez, esetleg hozzá is ér ezzel áramkimaradást okozva. De nem csak üzemzavart, hanem balesetet, illetve életveszélyt is okozhatnak ezek a fák. Így érdemes odafigyelni már a kerttervezéskor, illetve a fák cserék ültetésekor, hogy figyelembe vegyük a vezetékek távolságát, ugyanis védőtávolság van meghatározva, hogy a vezeték, illetve a növényzet között mekkora távolságot kell tartanunk. A jogszabály írja elő, hogy a vezeték
illetve a növények között mekkora az a biztonságos távolság, amit meg kell tartani. Ezek a biztonsági távolságok a város honlapján megtalálhatók. Ha valaki azonban nem tudja eldönteni adott esetben, hogy az egy kis feszültségű vezeték vagy közepes feszültségű, és mekkora távolságot kell tartania, akkor a javasolt távolságtartásra a növény, illetve a vezeték között az legalább 2 méter. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy tartsák rendbe a telkükön belül lévő növényzetet, és ha módjuk van rá, akkor az ingatlanjuk előtti közterületen is végezzék el a gajazásokat. Ha erre nincs lehetőség, akkor jelentsék a problémát, mert február 1. és 2. hetében az áramszolgáltató megbízásából Bonyhádra érkezik egy gajazással foglalkozó cég, hogy ezeket a gondokat orvosolják. A közterületen levágott ágakat a szolgáltató el fogja szállítani bizonyos határidőn belül. Hogyha a gajazáshoz segítségre lenne szükségük, akkor a megadott telefonszámon, illetve e-mail címen tudják ezt jelezni a szolgáltatónak, vagy közvetlenül a gajazást végző személyeknek is jelenthetik, hogy szükségük van a tevékenység elvégzésére, akár az ingatlan területén belül is van erre mód. Azonban a szolgáltató csak és kizárólag az áramhálózatot érintő vezetékek környezetében végzi el a gajazást. Kaiser Mária arra is felhívta a figyelmet, hogyha a lakosok segítséget kérnek a szolgáltatótól, az egyeztetett időpontban biztosítsák nekik az adott területre való bejutást. Hogyha a magasság, illetve a növényzet egészségi állapota miatt nem tartható meg a fa, tehát ki kell vágni, akkor közterületen erre engedélyt kell kérni, melyre a jegyző ad engedélyt, és az ehhez tartozó kérelem letölthető a város honlapjáról. Közterületen kivágott fákat minden esetben pótoljuk. Az önkormányzat ezt általában a minden született gyermeknek ültessünk egy fát program keretén belül szokta pótolni, de a 10 millió fa bonyhádi csoportja is ültet közterületen fákat, tehát így a város szerte azért azt mondható el, hogy amennyi fát kivágunk, többet is szoktunk ültetni éves szinten. Viszont ha valaki tényleg közterületen, akár csak az ingatlan előtt szeretné kivágni a fát, ahhoz mindenképp engedélyt kell kérni. A lakosok közvetlenül is szólhatnak az éppen munkájukat végző szolgáltató cég dolgozóinak, de a megadott telefonszámon vagy e-mail címen is bejelenthetik az ezzel kapcsolatos észrevételeiket. Befejeződött a több mint 200 éves ikonikus épület felújítása Bonyhádon. A projektet Magyarország kormányának célzott támogatásából tudták létrehozni. A Perccel kastély rekonstrukciója több mint bruttó 617 millió forintból valósult meg. Elkészült a bonyhádi Perccel kastély felújítása. Egy virtuális sétára invitálta a nézőket Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere. Nagyon örülök annak, hogy ma itt állhatunk, és a város lakosságának, ha csak ilyen virtuálisan is egy sétával bemutathatjuk azt, ami elkészült az elmúlt bő egy évben, a Perccel kúriában és azt körülvevő parkban, a felújítás révén, hiszen egy olyan felújításról, egy olyan beruházásról beszélhetünk, amely szerintem nyugodtan mondhatom, valamennyi bonyhádi lakosnak a szívéhez a legközelebb állt, és mindnyájan nagyon vártuk azt az időt, és azt az alkalmat, azt a lehetőséget, amikor végre ez megvalósulhat, hiszen a szándék mindig is megvolt az önkormányzatban, hogy azt a fontos Perccel hagyatékot, hiszen ebben az épületben, ebben a kastélyban született 1811-ben Perccel Mór honvédtábornok, és az éveinek az utolsó évtizedeit is itt töltötte egészen haláláig, 1899-ig, hogy ezt méltó módon őrizze meg a tulajdonos önkormányzat, és erre már hosszú éveken, sőt mondhatom évtizedeken keresztül is volt próbálkozás, hogy valami olyan lehetőséget, forrást találjunk, amivel mindez megvalósulhat. Több pályázat is volt az elmúlt években, évtizedekben, de mégsem sikerült dőlőre jutni, és ezért igazán nagy öröm számomra, hogy mindez most 2020 év végével, és most így 21 év elejére megvalósulhatott. A terület, amin vagyunk, az közel 1,5 hektár, és ebből maga a park, a kert mérete az egy hektáros terület, tehát egy jelentős nagy területről beszélünk, nem véletlenül fontos, hiszen a város szívében, ha egy ilyen parkot, egy ilyen kertet meg lehet újítani, és ez megtörtént, akkor ez megvalósuljon, hiszen lehet benne sétálni, kikapcsolódni, kialakítottuk azokat a sétányokat, amelyek ezt lehetővé teszik, és mint minden másnál a felújítás során, ugye szakági tervezőket, mérnököket kellett bevonni a munkába, hiszen maga a kastély épülete egy műemléképület, itt is nagyon sokrétű volt az a háttérmunka a mérnökök részéről,
amivel minden egyes jogszabálynak, törvényének megfelelően szabad csak egy ilyen felújítást elvégezni. Ezért minden részletre igyekeztünk nagyon körültekintően és olyan szakemberekkel együtt, közösen gondolkodva és dolgozva az egészet végigkísérni, hogy a végeredmény az az legyen, amit most is láthatunk. Megújult az a növényzet, ami itt található, közel 200 növényfaj volt eredetileg is a parkban. Ezeknek a nagyon nagy részét meg is őriztük, csak azok a fák és növényzet lett kivágva, amelyek elkorhattak, elszáradtak és már nem díszítették tovább a parkot. És a tájépítésznek a tervei alapján közel 1000 növény lett elültetve. Ezeknek a nagyon nagy része különböző virágok és cserjék, amelyek a parknak ezen a részén található majd, és számos fa is egyrészt a gazdagságot növeli, különböző fenyők, mamutfenyő, párfenyő, óriás tobozú fenyő, sok mindent ültettünk, illetve a bejáratnál a Petr utcai kiskapu felől van egy dísz cseresznye fasor is, ami majd gazdagítja ezt a kertet. Itt arra voltunk figyelemmel, és azt fogadtuk el a tájépítésznek a tervei alapján, hogy mindazok a fafajok, amivel gazdagodik ez a park, azok egyrészt színesítsék virágjaikkal, illetve a nagyon szép színes lombozatukkal majd ezt a parkot. Én bízom benne, hogy ha nem is most rögtön, hiszen most még itt vagyunk január végén, bár már azért látszik, hogy némileg a fű is kihajtott az ültetés óta, hogy egy-két éven belül azért a újonnan telepített növényzettel úgy megerősödnek és tényleg gazdagabbá teszik ezt a teret. Az épület az 1780-as években épült, és azóta csak egyszer, az 1820-as években építették át, és már ennek is több mint 200 éve. Sokáig leánykollégiumként funkcionált az épület, de már jó ideje erre sem volt alkalmas az egykori kastély. Nagyon-nagyon szükséges és égető volt már, hogy ezt a hagyatékot megőrizzük, és nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány a kérésünket meghallgatta és támogatta, nem is kevés pénzzel, több mint 1,5 milliárd forinttal, amely igaz ugyan, hogy két projektet ölel egy magába, egyrészt ugye a sportpálya felújítása is ennek a támogatásnak a része, de mi nekünk bonyárdiaknak az elsődleges célunk az volt, hogy ezt a kastélyt megőrizzük, és ezt a hagyatékot tovább is vigyük. Méltóképpen szeretnénk átadni is a város lakosságának ezt az ingatlant. Vannak terveink és elképzeléseink, dolgozunk rajta, de hogy a járványhelyzet hogyan fogja ezt majd befolyásolni, ezt ma még nem tudhatjuk. Adja magát, hiszen már elkészült, hogy március 15-én az egyik legszebb nemzeti ünnepünkön a lakossággal közösen együtt ünnepelve avassuk fel ezt a felújított épületet, hogy hogyan szól majd ebbe a járványhelyzet, azt ma még nem tudhatom, de mi erre készülünk. Az önkormányzat már több éve, évtizede tervezi a felújítást. Számos ötlet volt arra egyáltalán, hogy mire hasznosítsuk majd ezt az ingatlant, ha egyszer megújulhat. És többek között például ilyen ötlet volt nem csak a lakosság részéről, hanem a városházán többünk részéről is, hogy próbáljunk meg egy idős otthont építeni ebből, hiszen egyrészt nagyon nagy igény van rá, másrészt gyönyörű környezetben azt gondolom, hogy mindenképpen szolgálhatta volna az itt bent lakóknak a életminőségének a javítását. Azonban ezzel kapcsolatban több probléma is felmerült. A műemlék épülettőlnek az adottságánál fogva olyan belső kialakításokat nem tett volna lehetővé, ami ma 2021-ben egy idős otthont tudna szolgálni, hiszen ott is megvannak a kötelezően előírt helységek és mindenféle előírások és elvárások, amelyet a kettőt lehetetlen volt összehozni. Én azt gondolom, hogy első körben az a legfontosabb, hogy ez a felújítás megtörtént, és hogy itt díszítem a város közepét, és hogy milyen élettel, milyen funkcióval tudjuk megtölteni, az pedig rajtunk áll, bonyárdiakon, természetesen az önkormányzat irányításával. És akkor nézzük, milyen is lett belül a felújított Perczel kastély. Az épület egyik szobáját Perczel Mórnak szentelik. Ebben a helységben kerül kialakításra a Perczel emlékszoba. Ennek a kialakításában nagyon nagy segítségünkre volt Ódor János, aki a Vosonszki Mór megyei múzeum igazgatója, és a kollégái, és természetesen a Völgységi Múzeum jelenlegi vezetője Binder Bolbárla, akik feladatul kapták, és kérésünket meghallgatva segítik ennek a szobának a kialakítását. Február végére el is készülhet. Gyakorlatilag olyan bútorzat kerül majd bemutatásra, amely konkrétan a Perczel család tulajdonában volt, és úgy tudom, hogy néhány olyan személyes tárgy is bemutatásra kerül majd, amely bizonyítottan Perczel Mór honvédtábornok a tulajdona volt, és ő használta őket.
Egy percet családfát is készítettünk ebbe az emlékszobába, és ezt az emlékszobát természetesen minden ide látogató, és a bunyádiak is rendszeresen látogathatják. Nagyon sok évtizedes adósságát törleszti egyrészt a város azzal, hogy civil szervezetek kapnak helyet majd az épületben, másrészt már láthatjátok, hogy a falakat gyönyörű festmények díszítik. A tavalyi év döntése volt a képviselőtestületnek, hogy Kovács Ferenc festőművész rajztanár úrnak az életművéből 50 festményt megvásárol. Ez megtörtént, szerződést kötöttünk, így már a város tulajdonai képezik ezek a festmények, és ma már én azt gondolom, hogy méltó helyre kerültek egy életmű kiállításként, hiszen már állandó kiállításként fogják díszíteni ezeket a termeket, ezeket a falakat. Több helység van a kastélyban, egy U-alakú épületről beszélünk. Az U-alaknak az egyik szárnyában ugye közösségi vizes blokkok kerültek kialakításra, az említett civil szervezetek jelesül a Felvidékiek Egyesülete és a Bonyádi Németség kap majd helyet. Ők egy nyertes pályázatnak köszönhetően már 3 millió forintot nyertek a német belügyminisztériumon keresztül egy pályázatból, már kezdik is a bútorozását ezeknek a helységeknek. A három fő épületrész, a rendezvénytér alkotta helységekben látható az állandó kiállítás, amely különböző rendezvények megtartására lesz alkalmas, akár egy konferenciát, bármilyen programot, ahol akár 100 embernek helyet kell foglalni egy térben, arra alkalmas ez a helység, együttes. Van egy kiszolgáló helység mellette, hogyha olyan jellegű rendezvény zajlik majd itt az épületben, akkor egy ilyen cateringes kiszolgálásra is lehetőség legyen. De miután alapvetően a forrás ugye a sportpálya felújítással közösen egy kormányzati támogatásból valósult meg, ezért a sportinfrastruktúrális részét is ki kell emelnem az ingatlannak, hiszen szobák is helyet kaptak ebben az épületben, és egy olyan rekreációs helység, ahol szauna és jacuzzi található. Az főépületben 3 szoba van, én úgy gondolom, hogy a mai modern kor követelményeinek maximálisan eleget tesz mind a fürdőszobának, mind a szobának a kialakítása, a berendezés az még feladat 21-es költségvetésből a város részéről, hogy ezeket olyan bútorzattal is töltse meg, ami ide illik, ami lehetővé teszi majd a szállásoknak a kihasználását. És van egy udvari épületünk, ahol pedig 4 olyan kis apartman került kialakításra egyenként, mindegyik egy igényes fürdőszobával. Úgyhogy ezek együttesen 16 férőhelyet biztosítanak az ide látogatók számára. Ők lehetnek a város vendégei, sportolók vagy akár edzőtáborozók is. Én nagyon bízom abban, hogyha ennek a virtuális sétának köszönhetően a bonyádiak is most láthatják azt, hogy mi valósult meg, milyen műszaki tartalommal készült el, milyen igényesen ez a felújítás, akkor bízom abban, hogy ez nem csak az önkormányzat örömére, hanem valamennyiünk örömére tettük, és hogy mi nagyon sokáig élvezhetjük ennek a megújult épületnek és a gyönyörű parknak a meglétét. Állandó kiállítás nyílt Kovács Ferenc festőművész képeiből a megújult Perccel kastélyban. Az 50 különböző alkotást Bonyhádváros önkormányzata 3 millió forintért vásárolta meg. A 85 éves festő szerencsésnek vallotta magát. Kovács Ferenc festőművész képei díszítik a felújított Perccel kastély konferenciatermének és folyosójának falait. Az 50 képet Bonyhádváros önkormányzata 3 millió forintért vásárolta meg, hogy állandó kiállítást hozzon létre belőlük. A művész szerint ez egy különleges lehetőség. Egy alkotó kapott lehetőséget arra, még az életébe, hogy egy állandó kiállításon mutathassa be az alkotásait. Hát előre is azt hiszem, nekem meg kell köszönnem egyszer a városunknak, szeretett városunknak, a vezetőinek, elsősorban a polgármester asszonynak és a testületnek, hogy felajánlották nekem ezt a lehetőséget. Nagyon sokat készültem erre a kiállításra, mert nagyon nehéz a válogatás. A gazdag életművemből azért úgy gondoltam, hogy köszönetképpen a
Bonyhád is környékéről hozok több képet, és ezeket állítom ki, hiszen csodálatos, szép környezetben van ez a kis város, és a völgység, hát az meg mindig is elvarázsol, azt hiszem mindenkit a szépségével. Most, hogy volt ez a vírus szünet, akkor én leeltároztam. Meg hát különben is már az életkor hozza magával, hogy leeltárt kell csinálnia. És hát úgy körülbelül, amit kiállíthatnék nyugodt lelkiismerettel, az körülbelül 1000. Kovács Ferenc a mai napig alkot, de az elmúlt időben kevesebb ideje jutott a festésre. Ez a kiállítás hát sok időt elvett, mert minden képet én kereteztem, én paszpartúztam. Tehát, és akkor ez azzal jár, hogy hú, hát ez a kép abban a keretben nem jó. Ennek a képnek a paszpartúrája nem jó. Akkor cserebere, és ment az idő, hát végül ez lett belőle. A 85 éves festő úgy véli, szerencsés volt az élete. Én egész életemben azt csinálhattam, amit szeretek. Az egyik az a művészetpedagógiai munka, a másik pedig a képzőművészeti alkotó munka. De ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Hiszen aki tanítja, annak azért nagyon otthon kell lenni mindenbe. 50 éve indítottam el a Tolnamegyei gyermekrajz pályázatot és kiállítást. Most volt a jubileum a novemberben, mindig gyermekrapra szoktuk készíteni. És én a gyerekeket annyira megcsodáltam mindig, hogy hogyan tekintenek a világra, hogy mennyire érzelemgazdagon tudják befogadni ezt a látványt. És valahogy, nem tudom, akkor a második gyermekkoromat élem, de én is hihetetlen módon tudok rácsodálkozni a szépre, a természeti szépre, és azokra az ember alkotta motívumokra, amelyek különös esztétikai értéket hordoznak. Megnyugtató számomra, hogy a művészet szabadsága révén én függetlenül már tudtam maradni a kifejezésembe. És ez valahogy úgy jelentkezett nálam, hogy nem kellett senkinek sem megfelelni. Én magamnak akartam megfelelni. És épp ezért az én munkáimban mindig ott lehet találni a megnyugvás keresetét, a békét, a nyugalmat és a harmóniát, amelyet szeretek megteremteni a környezetembe és a saját lelkemben is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!